Országos helyismereti idegennyelvi versenyt rendezett a Sztélo Gábor Evangélikus Gimnázium 7. és 8. osztályosoknak. A megmérettetést hagyományőrző céllal rendezték, egyrészt az idegennyelvek népszerűsítése miatt, másrészt jövőbeni diákokat toboroztak a gimnáziumnak. Hagyományőrző programként gondoljuk ezt, minden évben meg szeretnénk rendezni a 7. és a 8. osztályos diákok számára, méghozzá azért, mert szeretnénk, hogyha betekintést nyernének a munkánkba, ha megismernék a gimnáziumunkat, és esetleg kedvet kapnának ahhoz, hogy hozzánk járjanak. A versenyen a gyerekek széleskörű ismereteit tették próbára. A választott nyelvek és egyben célterületek között volt az olasz, angol, német és francia, a földrajzi, kulturális és nyelvi jártasságot tesztelték játékos feladatokon keresztül. Az egyik versenyszámban az interneten kerestek válaszokat a gyerekek. Van egy 12 darabból álló puzzle. Minden egyes puzzle darabkához tartozik egy kérdés, amire a választ a számítógépen találják meg. Megkapják a kérdést, meg kell keresniük a választ, és csak akkor kapják meg a puzzle darabkát, hogyha a kérdésre a válaszok jó, és így fog összeállni valamilyen angol vagy németországi nevezetesség. És ki kell találni, és meg kell mondani, hogy mi van a képen. A verseny további részében totó jellegű országismereti tesztet töltöttek ki, és egy keresztrejtvény is megoldásra várt. Végül az adott országra jellemző saját készítésű süteményüket kellett bemutatni a bírák előtt. A gyerekek sokat készültek a versenyre. Érdekesnek találtuk a kiírást, és szerettük, megtetszett a téma. Az angol tanárunk nagyon sok mindent tud Angliáról, meg Skóciáról, meg Walesről, és így tudtunk felkészülni. Rengeteget tanultunk. Rengeteget tanultunk erre a versenyre, még szünet előtt kiosztották mindenkinek a feladatát, és azt kellett megtanulnunk, és szerintem jól fog sikerülni. A Sztélo gimnáziumban német, angol, spanyol választható első nyelvként, emellett olasz, orosz és francia nyelveket tanulhatnak a diákok.